A mai naptól kezdve bemutatjuk az UMFSZ TV live programban a Marosvásárhelyi György Emil Palade Modje összes vonalaknak évfolyam elsős diákjait. Szeretnénk bemutatni őket az egész tudományos közösségnek, ugyanakkor megtudni gondolataikat ezen szakasz végén. Ezért az orvostudományi karral kezdjük, és örülünk, hogy Hankovszki Arnolddal, az Orvostudomány Magyar Program évfolyam első diákjával együtt lehetünk. Mindenek előtt szeretnénk gratulálni neked kiemelkedő eredményeidért, és köszönöm, hogy ma csatlakoztál hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget, szervusz! A beszélgetést szeretném azzal kezdeni, hogy megkérjelek, mutatkozz be, mondj néhány szót magadról, miért választottad az általános orvosit, és miért a módjét? A nevem Hankovszki Arnold, én Szatmár Németiből érkeztem, és nagyjából hetedikes koromban döntöttem el, hogy orvos szeretnék lenni, mert ekkor kezdett el érdekelni az emberi szervezet működése, és ebben az évben az én testvérem is itt tanult az egyetemen, és ő sokat mesélt az itt létéről, hogy milyen is volt itt, és már nem is volt kérdés, hogy hova akarok ezután menni. Hogyan írnád le a 6 éves tanulmányi éveket, és mennyiben változtál azóta, hogy beléptél az egyetemi kampusba? Hát 6 év alatt elég sok minden történik, és hát sok nehézség is volt, meg sok mindent nem meg kellett küzdeni, de sok jó emlékem is volt itt azért, így új barátságok alakultak ki, amit főleg a csoportoknak köszönhettünk, meg az anatótermek beosztásnak, és ezek az emlékek, amiket így közösen megélhettünk, ezek szerintem is sokáig velem fognak maradni, de ami szerintem elég sokat változtatott bennem is az az, hogy sok beteg emberrel találkoztam, és sok szenvedést is láttam, és így átértékeltem azt, hogy mennyire fontos is az egészség és az életnek a védelme, és hogy mennyire könnyen felborul ez az egészség, vagy ez az egyensúly, és hogy mennyire fontos ez. A hallgatók élete intenzív. Örömökkel, érzelmekkel, közeli barátokkal, néha csalódásokkal, de főleg a csúcs elérésének vágyával teli. Mi volt a legszebb tapasztalat a 6 év során? Hát nehéz lenne egy dolgot kiemelni a sok közül, mivel valóban intenzív a diák élet, és már sokszor mentünk szórakozni, így többen az évfolyamról, vagy nagyon élvezetes volt például a gólyabára való felkészülés, és a próbák alatti szórakozás. De ha valamit mégis ki kellene emelni, akkor az szerintem az lenne, ami a tanulmányhoz és a szakmában való munkához tartozik, ez az egymás közötti kompetíció, úgymond. És rájöttem, hogy ennek úgy hosszú távon nincs sok értelme, mert valójában nem is másokkal vagyunk mi úgymond harcban, hanem saját magunkkal és az idővel, és nem a vizsgák jelentik a legnagyobb kihívást ilyen szempontból. Rájöttem, mennyire fontos az, hogy higgyünk saját magunkban, és hogy elhiggyük azt, hogy sikerülhet az, amit szeretnénk, ha tényleg megteszünk érte mindent, és a többit pedig a Jóistenre bízzuk. Így akkor nagyjából bármi sikerülhet. És úgy érzem, hogy ez a tapasztalat az, ami a legtöbbet adta nekem, és hogy ez az, ami úgy sokáig fog szerintem bennem élni így tovább, és a későbbiekben is fel fogom tudni használni. Annak az évfolyamnak vagy a része, amely egy szokatlan időszakon megy keresztül. Pandémia idején szerezted meg a diplomádat. Hogy élted meg, és hogy éled meg ma ezt az időszakot? Hát valóban szokatlan helyzet ez, és ahogy én, úgy szerintem sokan mások se éltek át hasonlót, és nem is tudjuk, hogyan álljunk ehhez. Az első napokban nem gondoltam, hogy ez ennyire komoly lesz, azt hittem egy pár hét is megoldódik, vagy valami ilyesmi. Így, hát na, persze pár napig jól esett a pihenés, vagy a szabadidő, de egy hónap után nagyjából hiányoztak a szériatársak is, meg a velük való beszélgetés, meg úgy, na, hogy együtt legyünk. Nem lehetett sehova sem menni, vagy ha ki is mentünk akárhova,
semmi se volt nyitva, így egy idő után elég nyomasztóvá vált a szoba, és a sok kérdés, hogy akkor most mi lesz ezután, mikor áll helyre ez a rend, vagy mikor lesz normális újra az élet. És hát egy kicsit szomorú vagyok most, mert hát ez az utolsó egyetemi évünk, és nem úgy alakult, ahogy eddig megszokott lehetett, és nem volt szerenádozás, a ballagás se lesz a megszokott, vagy nem lesz bankettünk se, de persze teljesen megértem a helyzetet, és elfogadom, hogy ennek így kell lennie, és én is úgy érzem, hogy az a legfontosabb, hogy megállítsuk ezt a fertőzést, hogy ne terjedjen tovább. Van-e olyan orvosi specialitás, amely számodra a legmegfelelőbbnek tűnik? Úgy érzem, hogy számomra a legmegfelelőbb specialitása a fülorgégészet. Pár éve kezdett el érdekelni ez a szakma. Érdekelt, mivel olyan különlegesnek találtam azt, hogy hogyan is működik a hallás, az egyensúlyérzékelés, vagy hogy miből is áll ez az egész fülorgégészet, mert sokan nem is tudják, hogy mennyi mindennel foglalkozik. Tetszett az, hogy mindenféle korosztályból vannak betegek, és hogy sokféle műszert kell tudni kezelni, és nagyjából ennyi. Szerinted melyek a legfontosabb tulajdonságok, amelyekkel egy jövőbeli orvosnak rendelkeznie kell? Hát a szaktudás mellett úgy érzem nagyon fontos az, hogy tisztelettel és megértéssel forduljon minden orvos a betegeihez. Ne tegyen különbséget közöttük, tegyen meg mindent, amit tud, és ha baj van, akkor segítsen bármiben, és ne csak azt végezze el, ami a kötelessége. A kollégáira, ahogy a Hippokratesi esküben is le van írva, hogy testvérként figyeljen, és tisztelje az életet. Milyen jövőbeli terveid vannak hosszú távon? Maradni fogsz, hogy az országban képezd magad tovább, vagy már gondoltál azon, hogy külföldre menj? Hát szeretném kipróbálni először külföldön a képzést, hogy lássam, milyen ott, milyen máshol az egészségügy, a képzés, és így még több tapasztalattal rendelkezhessek, és ezután visszajönnék a kint szerzett tudással. Miért kellene válasz egy potenciális hallgató a Marosvásárhelyi Orvostudományi Kart? Ez az egyetem megadja a lehetőséget arra, hogy aki idejön, az megszerezhesse a kellő tudást ahhoz, hogy utána szakmát tudjon választani. Ez érvényes az orvostudományi karra is, vagy bármelyik másik karra. Az egyetem mellett sok múlik azon, hogy ki mennyire ambiciózus, és mennyire elkötelezett emellett a hivatás mellett. Vásárhely pedig egy nagyon szép város, és sok lehetőséget ad a fiataloknak a pihenéshez, a szórakozáshoz, színes programokkal teli és változatos helyszínek vannak itt. Milyen tanácsot adnál nekik? Emlékszel, milyen volt a felvételi vizsga számodra, és gyakorlatilag a felvételire való felkészülés teljes időszaka? Hát egy kicsit rég volt már a felvételi, de talán azt tudnám tanácsolni, hogy ne vegyék félváról a felkészülést. A tanulnivaló lehet egyszerűnek tűnik, és könnyen érthetőnek, de ha nem látják át az egész anyagot, és nem látják át az összefüggéseket, ami ez a sok ismétlésre van szükség, akkor könnyen nehézségekből fognak ütközni a vizsga alatt is, és a felvételi utáni időszakban ugyanúgy ez a módszer szükséges a továbbtanuláshoz. Akik bejutottak, azoknak gratulálok, és sok sikert kívánok a továbbiakban, és akiknek sajnos nem sikerült, azok ne csüggedjenek el, és ne adják fel, ha ez az álmuk. Az egyetemi évek szépek, és sok minden történik 6 év alatt, a sok kihívás és a fejtörés mellett sok jó élményben is részünk volt, és ezek tették szerintem teljessé ezeket a fiatal éveket, és ezekre fogunk inkább emlékezni a későbbiekben. Végül szeretném megkérdezni, hogy van-e üzenetet kollégáidnak, azoknak a tanároknak, akik irányították a lépéseidet, és végül, de nem utolsó sorban, a családodnak, amely támogatott álmod elérésében? A kollégáimnak azt szeretném üzenni, hogy örülök, hogy megismerhettem őket, és köszönöm azoknak, akik barátként tekintettek rám,
és remélem az évek és a távolság nem fognak minket elválasztani egymástól, és sok sikert kívánok nekik a továbbiakban. A tanáraimnak köszönöm a képzést, a felkészítést és a ránk fordított energiát. Külön köszönet jár azoknak a tanároknak, akik tanácsokkal láttak el bennünket, és meséltek arról is, hogy milyen a munka melletti magánélet, és hogy lehet ezt a kettőt egyensúlyba hozni. Az egyetem vezetőinek is szeretnék köszönetet mondani, mivel az ő munkájuknak hála az, hogy be tudtuk fejezni ezt az évet, és nem csúsztunk el, és hogy ugyanúgy tudjuk folytatni a képzésünket ezek után is, és ez nagyon, nagyon fontos volt számunkra, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük. És családomnak pedig köszönöm a rengeteg támogatást, a kitartást mellettem, és a sok szeretetet és pozitív energiát, amit nekem küldtek a 6 év folyamán. Nélkülök nem is tudom, hogy sikerült volna ezt a célt elérnem, és nem is tudom, hogy tudom ezt meghálálni, de remélem, hogy ha a továbbiakban is ugyanígy tudok teljesíteni, akkor ugyanúgy büszkék lehetnek rám, és talán ez nekik is ami a legtöbb örömet tudja okozni. Arnold, még egyszer nagyon szépen köszönjük, és sok sikert kívánunk neked. Köszönöm szépen. A nézőknek is nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és sok szeretettel várunk az új műsorokba is.